Elsőként akkor arról a témáról szeretnénk beszélni, hogy mivel tudjuk, hogy gyerekkora óta színész szeretett volna lenni, és nálunk is tanítanak színészetet itt a táborban, hogy hogyan élte meg azt, hogy ez a gyerekkori álma teljesült? Jó. Hát én nekem azért volt ez a kattom, tehát hogy ezek nagyon jók az ilyen táborok, mert nekem is valami ilyesmi helyen kezdődött. Azt hiszem, hogy én nem voltam túlságosan sikeres gyerek, tehát hogy nem tudtam se focizni, se különösebben okos nem voltam, se kézügyességem nem volt. És amikor elkezdtem játszani, akkor azt hiszem, hogy engem így tulajdonképpen szeretnek, amikor ezt csinálom. Tehát nekem nagyjából ez volt az egyetlen út, amiben azt éreztem, hogy a legjobb formámat tudom hozni. És hát azért jók az ilyen táborok, vagy az ilyesmi helyek, mert minden különösebb felelősség nélkül el lehet kezdeni játszani. A színészet is akkor működik jól, amikor nem teljesít az ember, nem fizetésre gondol, nem hírnévre gondol, nem a bukásra gondol, hanem arra gondol, hogy egyszerűen csak jó játszani. És ez nagyon nehéz előidézni ugyanezt az állapotot, amivel kezdődik. Ennek ez a játék örömét előszedni akkor, amikor ez egyszer csak hivatás lesz, egyszer csak munka lesz, minden áldott nap csinálja az ember, amikor tétje van. Nyilván abból lesz színész, aki el van, meg eljátszik, meg elhülyéskedik, és utána ki kell menni rengeteg emberre, vagy kimegy egy forgatásra, ott van mondjuk nem tudom, 100-110 ember, útlezárás, statiszták, nézelődők, és akkor ugyanolyan természetes és ugyanolyan közvetlen és normális tud lenni, mint hogyha egyedül lenne. Tehát ugye ez egy plusz képesség a színészi tehetségen kívül, hogy ki tudja zárni az ember a világot. Azt hiszem, hogy ezt az élményt, amit ilyen táborokban talán az ember, meg ilyen játék közben, ezt keresi folyamatosan, vagy ezt próbálja visszaidézni. A gyerektáborban vagyunk, ezért meg szeretnénk kérdezni, hogy mi volt a legjobb gyerekkori élménye? Hát egyébként most nem azért, hogy rímel erre, de tényleg ezek az élmények, amikor lehetett játszani. Szóval én akkor éreztem legjobban magam, de szerintem ez azóta sem múlt el. Arra emlékszem, hogy volt valami vetélkedő, és akkor kellett improvizálni, tehát hogy a vetélkedőnk a része volt, hogy kellett csinálni egy jelenetet, és kellett valamit improvizálni. És arra emlékszem, hogy állok, és akkor dől belőlem a szó, és nagyon nevetnek rajta az emberek, és hogy ott állok középen, és őnek iszonyatosan jól van attól, hogy én szerepelek. És a film vagy a színház fontosabb az életében? A színház az minden nap van, és az kell egy olyan, az olyan, mint a karbantartást. A film az ritkábban van, főleg Magyarországon. Az mindig nagyobb ünnep. Tehát, hogy meg én nagyon szeretem azt, hogy ez megismételhetetlen az a pillanat. Tehát, hogy elmegyünk, amit szerda délelőtt fölveszünk, azt én se előtte, se utána soha többet életemben nem fogom eljátszani. És ezért annak mindig van egy emelkedettebb állapota. Én azt érzem, hogy hozzám picit közelebb áll a film, vagy hogy ez nekem jobban fekszik. Teljesen másik műfaj színpadon játszani. A filmbe egyáltalán nem kell rögzíteni. A színházban viszont muszáj állapotokat rögzíteni, mert nem lehet tudni, hogy két év múlva egy szerda este milyen paszba leszel. És akkor az érzelmet kell rögzíteni valahogy. A színházban ez a jó, hogy olyan, hogy az ember templomba menne, vagy hogy van egy szentsége, vagy egy rituálé az egésznek. A filmben meg az a jó, hogy az minden nap más, és minden nap máshol van, és nincs ez a fajta emelkedettsége, hanem jóval hétköznapibb, és ettől jóval szabadabban is érzi magát az ember. Minek köszönhető az, hogy ekkora színészi karriert futott be? Hát szerencsém volt. Tehát az, hogy a kontrollba lebetegedett a főszereplő, aztán az, hogy ezt egyszer csak jó időben, jó helyen mutatták be. Lehet, hogy ezt most mutatnánk be a kontrollt, akkor már nem lenne ekkora sikere. Azt gondolom, hogy minden egyes szakma nagyon a szerencsén múlik. Kell egy elvégzett munka, vagy kell befektetett energia, de ha ez megvan, akkor onnantól kezdve tulajdonképpen a jó Istenem múlik, hogy mit akar az ember elkezdeni. Előfordult már olyan, hogy visszautasított egy szerepet? Persze, ezt éppen tegnap mondtam vissza egyet. Hát az van folyamatosan, az embert így folyamatosan hívogatják, akár interjúkra, akár tévészereplésre, akár filmre, akár színházra. Hogyha egy bizonyos szint alatt mindent el kell vállalni, azért, hogy az ember gyakoroljon, az, hogy egy kicsit bekerüljön a neve a köztudatba. Aztán egy bizonyos szint fölött az ember felelős lesz a saját arcáért, vagy a saját nevéért, és akkor teljes hülyeségekhez nem jó, hogy minden egyes nagy színésznél, tehát ilyen amerikaiakra gondolok, vagy akár nagy európai színészeknél, a neve az jelent egyfajta minőséget. És akkor ehhez kell tartsa magát az ember. Vissza szokta nézni azokat a filmeket, amelyekben eddig szerepelt? Mi, amíg nem készül el, addig nagyon szívesen nézem, vagy sokat nézem, mert akkor még lehet rajta alakítani, és akkor beszélgetünk a rendezővel. Tehát, hogy bele lehet még szólni dolgokba. De amikor megvan a bemutató, onnantól kezdve nincs vele dolgom. A kontrollt azt láttam a bemutatón, és most volt Londonban egy fesztivál, ahol éppen nem akartam sétálgatni az utcán, amikor gondoltam, hogy akkor megnézem, de azt is ilyen inkább véletlenszerűen. Hát nem is olyan jó élmény, tehát én arra emlékeztem, hogy ez egy jobb film. Tehát most már így nem tetszettem magamnak. Akkor sem nagyon, de most úgy kifejezetten nem bírtam magam. Ez egy 3 évvel ezelőtti állapot, és nagyon idegesíti az embert, hogy most már azért van, amivel beljebb vagyok, vagy ezt már sokkal jobban megcsinálnám. És fölösleges megnézni, mert csak
csak idegesíti magát az ember, hogy ezen már nem tud változtatni, és hogy jobb lenne most megcsinálni. Melyik színész kollégával szeret a legjobban dolgozni? Hát figyelj, a lányok közül a Hámori Gabi volt, meg a Sáj Júci, akivel. A fiúk közül van ez a szellemi fogyatékos fiú, a Fenyő Iván, őt nagyon bírom. Nagy Zsolti, vele dolgozok jövőre, ha minden igaz. Hát szerintem most van egy nagyon jó generáció, tehát hogy nagyon jó színészek vannak, nekem az a jó, hogyha a partnerem nagyon jó. Sőt, az a jó, hogyha jobb nálam, mert akkor elkezd húzni, és én se lustulhatok el, és folyamatosan húzzuk egymást. Nekem az a jó, hogyha sok tehetséges emberrel vagyok körülvéve, és tényleg minden jobbak annál jobb. És az, hogy az én személyes sikerem mekkora lesz, az egyrészt nem annyira fontos, mint hogy mennyire lesz sikeres a film, mert hogy akkor kezdik el nézni az emberek. Másrészt meg én is akkor leszek jó, vagy akkor leszek működőképesebb, akkor leszek tehetségesebb. Mi volt a legkínosabb jelenet, amit így el kellett játszani? Éjjel forgattunk a keleti pályaudvaron, és ott olyan 300 hajléktalan, meg ilyen menekültek, meg nem tudom. Hát azt nem szerettem, tehát hogy ott azért nagyon fosnunk, hogy elveszik a kamerát, vagy nem tudom, mert és akkor ráadásul volt valami ilyen laza erotikus felhangja. Az fura volt, hogy elkezdesz játszani, és tényleg ezt még meg lehet tanulni, hogy elkezd az ember szerepelni, és közben áll 30 iszatosan részeg, nagyon agresszív ember körülött, és ezt úgy próbálni úgy elfelejteni, meg úgy csinálni, hogy a kettesben lennénk, az úgy elég jó iskola volt. Ön szerint melyik volt az eddigi legsikeresebb munkája? A Kontrollt, meg a Csak Szexet nézték így a legtöbb ember. A Kontrollt nem látták olyan nagyon sokan moziba. Inkább utána indult el, amikor lement a tévébe, meg DVD-n. Itt van egy réteg, aki ezt kifejezetten szereti. Hát tulajdonképpen siker szempontjából azt mondom, hogy az volt a legsikeresebb. Tehát ez ment Amerikába is a mozikba, Franciaországba, Csehországba, Ausztriába, Németországba. Tehát ezt kifejezetten sok helyre adták el. Hát nyilván ezek kis mozik, nem azok a mozik, ahol a blockbustereket játszák, hanem ilyen kis művész mozik. De hát mégiscsak ez volt az, ami a legtöbb országban megfordult.